Szevasztok, hely! Szombat hajnalban Borics Ádám visszatér a Bellator 243 gáláján. Fél év után, több mint fél év után látjuk újra a magyar versenyzőt ismét. A szervezet ketrecében és mi lehet ennél nagyobb ösztönző erő, mint hogy visszatérjen a breakfast? Hogy jutott el Borics Ádám odaig, hogy ismét ketrecbe lépjen? És ott tudjátok nézni majd ezt a mérkőzést. Kezdjük! Show! Az régen volt már breakfast, az Instagramon ígértem, hogy most az egyhetes nyaralásom során egy-két videót csinálok, és tartom a szavam. Kezdek mindjárt Boricsádi meccsével, aki most hétvégén, ahogy mondtam, visszatér a Bellator ketrecébe. Nem volt egyszerű ez az elmúlt időszak Ádi számára. Hát, hogyha régen volt breakfast, régen volt Boricsáden mérkőzés is, ugye januárban Derion Kádvel ellen vívta Ádi a Bellator Pécsúlyú tornán a soron következő mérkőzését, amit mindjárt az első menetben elveszített, és akkor ezt hatalmas drámaként éltük meg, ami valahol jogos ismert mindannyian. Válszélességgel ott voltunk Borics Ádám mellett, akkor is elmondta, szerintem ő is, én is, azt, hogy egy vereséget meg kell ízlelni minden, minden a pályafutása során, az nem mindegy, hogy ez a vereség mikor jön. Abból szempontból, hogy egy tornán vett részt Ádám, és nagyon magasú volt a presztízs és az anyagi közdíjazása, vagy elismerési faktora ennek az egész történetnek. Ebből szempontból nyilván nem esett jó senkinek, hogy Borics Ádám akkor is úgy szenvedett vereséget, de ez mindez már múlt és hát Ádám próbált minél hamarabb visszatérni a gyerekbe, hogy nem csak a vereséget felejtesse, hanem pályavutását egy újabb sínre rakja. Ekkor jött a Covid-19, a koronavírus, ami ahogy mindenkinek, nekünk is az életünket felfogadta, úgy Borics Ádámnak is, és hát ez elodázta azt, hogy tolta folyamatosan maga előtt, hogy egy újabb mérkőzés lehetőséget kapjon a Bellator szervezetnél. Ha, ha, nincsen, nincsen Bellator, akkor nincsenek mérkőzés lehetőségek, ha nincsenek mérkőzés lehetőségek, akkor az edzések sem mennek olyan intenzitással azok számára, akiknek a megéletését a bunyó biztosítja. Ádámnak ebből szempontból is nehéz volt, hogy, hogy a klubjában, amit többször is bezártak, olyan edzőpartnerekkel tudjon együtt dolgozni, akik egyáltalán edzésre eljönnek, mert nincs mérkőzésük, de formában szeretnének maradni. Tehát mind, mind olyan kihívás volt Ádám számára, amit azért valljuk be, egy ilyen fiatal srácnak egy vereség után nehéz, nehéz megemésztenie, vagy nehéz kezelnie, de mindezt próbára tette Ádámot abból szempontjából, hogy mennyire is gondolja komolyan a pályafutását, mennyire tudja a lelket saját magában tartani egy vereség után, nehéz edzés körülmények között, és mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy, hogy a Bellator számára Ádám és menedzsmentje folyamatosan jelezte, hogy ha mérkőzés lehetőség van, akkor Ádival lehet számolni, mert ő edzésben van, ellentétben sok más egyéb atlétával. És az ebből a szempontból is fontos, mert a UFC-vel ellenben, vagy ellentétben a Bellatornak nincs lehetősége véleményem szerint a jelenlegi gazdasági helyzetükben. Más országokban mondjuk, mint a jassz gálát rendezni, és más országokból bunyósokat behozni a gálára. A Bellator az Egyesült Államokban jó eszá bunyósokkal tud most jelenleg számolni, belük tudja főzni meg a gáláit, és a tádi van Amerikában, és az, hogy ő jelzi, hogy bevetésre kész, az mindenképpen pozitív. Nak kell, hogy labbe esse egy ilyen szervezetnél, ilyen gazdasági helyzetben. Kimaradt a teljes tavasz a Bellator számára, egészen júliusig kellett várni a visszatéréséig, és hát Ádám nagyon szerette volna, hogyha a visszatérő szervezetnél kap lehetőséget, végül ez a második gálára adatott meg neki, és ő, nyilván az volt a kérdés, hogy ki ellen láthatjuk a magyar tehetséget ismét a ketvezben. A lehetség is, hogy erről kevés információ van, de az első jelölt Ádám számára az Harry Korál volt. Egy nagyon dörzsölt 30 pluszos bunyósról van szó, nagyon jó boxing skill-lel megáldva, aki Ádámhoz hasonlóan az ismertségét a szervezetben elsősorban annak köszönhette, hogy kiütötte Aaron Pikot, tehát egy párhuzam már volt Balics kapcsolatosan. A következő párhuzamos pontot pedig azt szolgáltatta, hogy, hogy Harry a következő mérkőzésén, tehát a Pico elleni siker után, az ellen a Derion Kádvel ellen szenvedett vereséget, aki ellen Balics januárban. Tehát minden adott volt az, hogy a hisztorit tekintve ez a két srác egy nagyon jó meccset hozzon egymás ellen, Végül Harry nem vállalta ezt a mérkőzést, és folytatódott tovább a keresés, hogy ki tudna beújulni Borics Ádám ellen. Ádám érezte azt, hogy itt a súly is kérdés lehet abból a szempontból, hogy ki meri bevállalni őt, fogyasztás tekintetében a mérkőzés időpontjaig, ezért jelezte belatok számára Borics Ádám, hogy teljes újban, köztes csoportban teljes és könnyű súly között, és könnyű súlyban is hallandó mérkőzés vállalni, ezzel is segítve a lehetséges ellenfél keresést a szervezet számára így jött a képbe Derek Campos, aki a pejesúlyú tornán indult Ádámhoz hasonlóan. A korábbi bajnokot Daniel Strauss ő, győzte le azt megelőzően, és egy abszolút jó párosításnak tűnt, minőségében folytatásként Borics Ádám számára. Ki is jöttek az első hivatalos hírek, art flyerek, art plakátok is a párosítással kapcsolatosan, viszont egy másfél héttel a mérkőzés megelőzően kiesett Kámposz is a párosításból eddig még nem ismert, vagy nem tisztázott információk alapján, vagy háttér alapján, és indult ismét a keresés. Ki legyen Bogics Ádám ellenfele a Bellator 243 gáláján. Kevés felkészülési idő, vagy késői beugró egyenlő olyan arcok, akik a bemutatkozás vagy kiúrás lehetőségére várnak, ez ezúttal sem volt másképpen. Az a Mike Hamill, érkezik Borics Ádám ellen, aki szintén 27 éves, Benson Henderson csapatában edz, az a Henderson, aki korábban UFC bajnok volt, egy igazi veterán, egy igazi dőzsölt róka, és ilyen mentor mellett készül Mike, aki nem mellesleg Benson Henderson felkészülését segítette erre a gálára, a Chandler ellen. A másik oldalon Borics Ádám szintén Chandlerre tudott együtt edzeni, tehát nagyon sok a pározom ebből a szempontból is a párosítás kapcsán. Ha már pározomok videója, akkor szintén 27 éves Mike, mint Borics Ádám. 7-3-as mérlege van, tehát három vereség, 7 győzelem, ami abszolút jónak tekinthető ennyi idősen regionális gálákon fejlődve, építve rekordot, és ne felejtsük el, egy nagyon fontos tényező, a Division van birkózó bajnokságot járt meg Mike, Usman Division 2-es bajnokságban tudott bajnok lenni, tehát abszolút az elit kategóriában tudott, a, tudta a birkózó hátterét Mike acélozni, e, jobbá tenni fiatal korában, ami, ami fontos tényező Boris Ádám esetében, hogy ismét alapvetően egy birkózó hátterű, bunyós ellen megy, aki mellesleg a kezeiben is bízik, és szeretne, szeretne állva is bunyózni Ádámmal elmondása szerint, viszont azt mondta, hogy ha földre kerülnek, akkor ott e, lényeges különbség lesz szerinte. Nyilván mi más mondana, vagy mi más mondhatna Mike, erre épített pikó is, vagy erre szeretett volna pikó építeni, ami ellen nagyon jó védekezett Ádám, és valószínűleg most is hasonló taktikája lesz Borics Ádámnak, hogy a földre viteli kísérleteket védje, vagy azokban, ha már földre mentek, akkor minél hamarabb fel tudjon állni, és állva, a, a nagyon csiszolt és éles strikingját tudja használni, és ezzel neutralizálni, és e, lebontani az ellenfelét Hamlet, aki az eddigi mérkőzéseit tekintve, a, amikor nem a birkozó hátterét erőtett, akkor eléggé üthető srácnak tűnik, bízunk benne, hogy ez az is így lesz Ádám ellen. Feltehetően annak köszönhetően, hogy egy viszonylag ismeretlen névellen mérkőzik Ádám, így a felvezető mérkőzések körében találta magát a magyar harcos, tehát nem a main kapott helyet a szervezetnél, ami valahol egy kicsit fájó lehet számunkra, magyar rajongók számára, hogy nem a nagy nevek között látjuk Borics Ádámot, de elsősorban pozitív gondolkodás mentén elégedjünk meg azzal, hogy egyáltalán mérkőzés lehetőséget kapott Ádám a mostani helyzetben, és ha már felvezető mérkőzések, ott eléggé változó az, hogy, hogy hol is láthatjuk Ádámot a prelimek elején vagy a prelimek végén, attól függően, hogy milyen híroldat olvasunk, ez valószínűleg még pontosításra kerül hétvégéig. Ha az előző Gála gyakorlatát vesszük alapul, akkor a Bellator szervezet YouTube oldalán ingyenesen voltak láthatók ezek a mérkőzések. Bízom benne, hogy a szervezet ezen nem változtatott. Tehát a YouTube-ra kapcsolva élőben tudjuk majd nézni Bolí Csádán meccsét, ami Prelimek szempontjából számunkra szerencsés, hogy egyszerűen meg tudjuk nézni Bori Csárdán mérkőzését és szurkolni tudunk neki. Korábban még a Bellator app, tehát a telefonos alkalmazáson keresztül is láthatók voltak a Prelimek. Lehetséges, hogy ez a, ez a lehetőség most is adott lesz a YouTube mellett. A Instagram oldala, oldala mond erről majd, amikor kiderül ez az információ, hírt adok, kövessétek ott, sztoriban kirakom majd és most már csak pár nap van hátra, Boric nem számára elsősorban ugye ez a fogyasztások szól, de mivel 68 kilóban vívják a mérkőzés, nem lesz olyan nehéz számára az utolsó egy-két nap, mint korábban, és a motiváció én úgy gondolom, hogy a helyén kell, hogy legyen Ádámnak abból a szempontból, hogy nagyon várta a mérkőzés lehetőséget, és azzal is tisztában van, hogy egy fiatal éhes srác ellen megy, de 27 évesen, tekintve, hogy milyen korábbi ellenfelei voltak, és milyen célkütézései vannak Ádámnak, ez a kihívás egy kötelezően megugrandó szint, amit Ádám rutinjával kell, hogy hozzon, és mi csak azzal tudjuk hogy támogatni ebben, hogy energiánkkal, szurkolásunkkal mellette vagyunk, és a következő mérkőzésén is kitartunk mellette, Ádám mellett, Ádám mellett hogy a céljait a hosszú távú sikereit elérje. Én biztosan így fogok cselekedni kommentben, hogyha gondoljátok, ezt fejezzétek ki Ádám számára, olvassam, majd biztosan a videó alatt a hozzászólásaitokat. Köszönöm a figyelmet, még jövő pár Breakfast epizóddal a héten, a napokban. Legyetek jók, szevasztok, hely!